Hát biztos benned is megjelent, hogy nem 13 éves vagy, a vírusról nem tudjuk mennyire támad, és odaálltál előre, mégis eléjük. Tehát... Azért figyelj, vállaltam ennek a cégnek a vezetését, felelkezésért az emberekért. Azt gondolom, hogy ezt túl sokáig nem kell ezzel lamentálni. Uh-huh. Ha valaki ezt másképp gondolja, az lépjen le és adja át a helyét valaki olyannak, aki képes felelősséget vállalni. Uh-huh. De nyilván... szerintem a Tom arra is gondol, hogy belül azért az emberi rész is előjött? Tehát, hogy nem azért volt egy ezzel. Nem. Egyáltalán foglalkoztam ezzel. Olyan forgatókönyvek voltak, hogy ha tényleg látom, hogy nagyon nagy a kockázat, akkor nem megyek haza. Tehát uh-huh. a családomtól elbarikádozom magam. Berendeztünk ágyakat bent a gyárban, felszereltük őket, hogyha különböző szenáriókra készültünk. A családot tudott támogatni ebben? Abszolút. Hát ezt vagy ott se hatták kérdést. Azért vezetőként ez nem egy hétköznapi kérdés, hogy magadban csak azzal kell megküzdeni, hogy én mint munkavállaló, hogy szeretném, én mint vezető, vagy még ráadásul a családom is mit vár el? Családom is pontosan tudta ez, mivel jár. Tudták, hogy én nem hagyhatom ott azokat az embereket, hogy majd ők intézik, ahogy intézik. Ha arra kerül a sor, akkor ez van. Uh-huh. Nem következett be, mi 4 fokozatot határoztunk meg ebben a bezárósdiban, és a 4. fokozat az volt, hogy összem 6 magammal ott lakunk a gyárban. mert hogy a karbantartóknak ott kell lenni, 1-2 embernek ott kell lenni, hogy működtetni tudjuk, mert nem hagyhatjuk Ebek 36 gyára, 50-valány ezer négyzetméteres épületet nem lehet csak úgy ott hagyni, hogy akkor az majd lerobban. Hát ez egy ilyen vészforgatókönyv volt, de ez nem, meg se fordult a fejemben. És a vezetőktől is elvártam azt, hogy szépen bejövünk és példát mutatunk. Mert hogy a dolgozóktól is elvártuk, hogy bejárjanak minden nap és szereljenek. Nyilván a másik oldalon megpróbáltuk nekik azt a megalapozott érzést sugallni, hogy ez egy ilyen safe haven, egy ilyen biztonságos kikötő, ahol relatíve védve van, és mindent meg is tettünk azért, hogy ez így legyen. Nyilvánvalóan, ha már 100 ember van egy helyen, az sosem lehet olyan védett, mintha 2 vagy 3 van egy helyen. Ráadásul volt, akinek tömegközlekednie kellett, és a többi, és a többi. Tehát nyilván ezekre, tehát a közlekedésre, az otthon létre, stb. Próbáltuk felkészíteni őket, ellátni az elején, különösen tavaly tavasszal. Probléma volt, hogy nem volt elérhető fertőtlenítő, maszk, stb. Ezeket mi mind biztosítottuk a kollégáknak otthoni használatra is. Tehát vigyél haza fertőtlenítőt, vigyél haza maszkot. Próbáltunk segíteni abban, hogy hogyan menjen el boltba. Akkor ősszel ilyen kérdéseket kaptunk, hogy most lesz szülői, mit csináljunk. Itt azért, bocsánat, csak elhangzott egy nagyon fontos gondolat, hogy azt mondtad Péter, hogy a vezető példakép. És hogyha visszamegyünk kicsit az időben, amikor ti pályátok elején jártatok, akkor tudtok-e felidézni olyan karizmatikus vezetőt, mentort, aki a ti fejlődéseteket segítette? Kata? Hát én rengeteg ilyet tudok felidézni. Nekem konkrétan a mostani főnököm 25 évesen is a főnököm volt, és tehát, hogy az ő karizmája az azért úgy meghatározza akkor is a mindennapi létünket, és az én vezetői fejlődésemhez is nagyon sokat adott hozzá, és hát ezek így visszaköszönnek, ezek a dolgok. De az én esetemben nagyon érdekes, mert sokszor felmerül az a kérdés, hogy női vezető, vagy férfi vezető, fiatalabb, tapasztaltabb, hogy néz ki ez a dolog. És én nagyon szerencsés vagyok, hogy volt magyar idősebb, magyar fiatalabb, külföldi idősebb, fiatalabb férfi, nő, tehát mindenféle konstellációban, és nem lehet olyat, én legalábbis nem tudok olyat mondani, hogy
tipizálni, hogy ő és ő a jó, hanem akinek megvan az a vezetői kompetenciája, képessége, hogy tudja csinálni, akkor felelem lehet férfi, nő, bárki, bármilyen korosztályból, mert akkor ezt működik és tudja csinálni. De ettől függetlenül nekem mindig volt egy olyan nő és női vezető az életemben, aki számomra ilyen fantasztikus útmutatóként jelen volt, még ha nem is ismertem személyesen, és akkor itt hadd mondjam, tudsz hogy példát, igen, a Cakó Borbála, aki a Menedzser Szövetségnek is a tagjaként és mentorként funkcionál, működik, számomra ő egy ilyen etalon a női vezetői körben mindenképpen. És Tom, ez nálatok, vagy nálad hogy nézett ki, hiszen azért nálatok speciális felállás van? Én ez ügyben szerencsés voltam, mert hogy én a vacsoraasztalnál kaptam az alapvető mentoringot menedzsment ügyekben. De hát legalábbis az apukám megbeszélte szívesen otthon, hogy milyen kihívásokkal küzd, miközben vállalkozást épít. De nagyon érdekes, hogy legalább ennyit kaptam az anyukámtól, aki egy csomó olyan képességet tudott használni, vagy hozzátenni, amit a kedvesem úgy szokott mondani, hogy mögé szeretni az embereknek. Mint amikor egy hegyoldalnak csak a beépített részét látod, de tudod, hogy mögötte ott az erdő, és abban mondjuk milyen biciklizni, ezt te mögé tudod képzelni. És hogy én ebből nagyon sokat kaptam, hogy az apám az elképesztő éles logikájával, és az anyukám meg egy ilyen mögé látásával tud beszélni az ügyekről, a helyzetekről. És ami bennük közös volt, ez a Kejfel Jancsi attitűd, hogy hát igen, jönnek a pofonok. És néha még én is sorba állok egy-egy pofonért, még annyira hülyén csinálom a dolgokat. De utána körbenézek, hogy akkor hogy is kell nekem fölállnom, és hogy tudok menni tovább. Tehát azt hiszem, hogy ez az attitűd volt a legerősebb dolog, amit mondjuk ilyen korai tanulásként emlékszem rá. Aztán később sok jó élményt szereztem, néhányat, egy-kettőt kiemelek közülük. Az első egy nagyon valószínűtlen élmény volt. Én gimnázium után mondtam az apámnak, hogy én nem akarok egyetemre menni, mert nagyon ügyesen sefteltem, és mondták ki, hogy hát figyelj, te több pénzt keresel nálam, de egyik barátod sem, most akkor hova menjek egyetemre? És mondta, hogy de hadd vigyelek le oda, ahova én jártam. És az akkori dékán egy Gál Zoltán nevű férfi volt, aki később a első magyar menedzsment szakot létrehozta, és ilyen 60-as évek irodájába ültetett le. És én ott mondtam az apámnak, hogy te ilyen környezetbe akarod, hogy én jöjjek tanulni. Hát most gondolj bele, milyen jövő emberéket építenek ilyen omladozó falak között. Nem tudom. És a Gál Zoli egy fél órába olyan, visszatérek a karakteredhez, olyan orgánummal, olyan gondolati logikával beszélt nekem, hogy nem volt kérdésem, hogy én ott szerezzek diplomát. És hát számomra ilyen egy-egy lökések voltak, és a következő az volt, hogy nagyon kíváncsi voltam, hogy az amerikai üzleti iskolákban mit lehet kapni, amit máshol nem árulnak. És körbe kinéztem 5-6-ot, és miközben dolgoztam Amerikával, szépen végiglátogattam őket, és mindenhol beültem órákra, mert honnan fogom megtudni, hogy milyen nem a prospektusokban. És amit én ott láttam, hogy moderálnak egy MBA órát, az mindenre jó, azzal céget lehet vezetni, az bármire jó. Hát, ott egyszerűen csodák vannak. Értik, hogy hány szerepben lehet egyszerre vezetni, hogy tudom én 80-120 embert is, vagy 60 embert is. Nem tudom, azokat, akiket mi könyvbe szoktunk olvasni, a Jim Collinsnak érzed, hogy izzad a hónalja, miközben még egy körbe visszakérdez valamelyik csapatra. Szóval én bennem lett egy ilyen kíváncsiság, hogy azokon a helyeken, ahonnan amúgy is várom, hogy jöhetnek jó példák, azokban ott valójában megnézzem, és meg tudjam fogni, ahogy te mondtad, hogy hát nem ugyanolyan a praktikerbe bemenni, megfogni, és a webáruházból rendelni.
a dolga. Péter és Kata, ti mind a ketten a Jövő Menedzsere Mentor programban részt vesztek mentorként, és hogyha egy ilyen kézzelfogható dolgot kéne említeni, amit Tom is jelzett, mi lenne az, vagy mi az, amit ti a mentoráltatóknak át szeretnétek adni, vagy át tudtok adni? Én talán leginkább azt, hogy az egyéniségét és a személyiségét soha semmilyen körülmények között ne veszítse el, ne akarja elveszíteni, és nem a tankönyvekből lesz jó menedzser és jó vezető, hanem hogyha azt a benne meglévő kompetencia halmazt, azt talán engedi csiszolgatni, vagy előtérbe helyezni, ami tényleg adott esetben fontos, azokon dolgozik, és azokat tolja ki, mutatja meg még inkább, de semmiképpen nem akar egy belesimulni egy ilyen tankönyvszerű, ez a technician kategóriába, mert abból az szerintem csak rövid távon működik, de hosszú távon annak nincs varázsa. Igen, hát erre volt két svéd közgazdász, írt egy könyvet, kettőt, az egyiknek az a cím, hogy Karolki kapitalizmus, és pont azt mondták, hogy akármilyen jól énekli valaki másnak a dalát, az akkor sem lehet olyan jó, mint az eredeti. Teljesen mindegy, mert az már csak karaoke. És pont ezért, hogyha valaki arra törekszik, hogy a best practices-ből rakjon össze magának valamit, na az a karaoke. Tehát azzal maximum olyan jó lehet, mint akik már ott vannak. Tehát eleve, aki ebbe az utcába belemegy, az feladja azt, hogy ő legyen valamiben a legjobb. Tehát legjobbnak lenni kockáztatás nélkül nem lehet. Legjobbnak lenni nem lehet úgy, hogy ne próbálnánk valami olyat, amit egyébként eddig nem láttunk, nem tapasztaltunk, vagy mások sem csináltak. Hogy mit szeretnék leinkább átadni? Hát nyilván minden a mentitől függ, ez egy interakció. Megpróbálom megérteni azt, hogy mit vár, mit akar, miben segítsek, de azt mindenképpen szeretném elérni a mentiknél, hogy keressék meg azt a metszethalmazt, ami a között van, amit tudnak, meg amit szeretnek. Mert hogyha nem ebben a metszethalmazban tevékenykednek, akkor sosem lesznek igazán sikeresek, és soha nem fogják élvezni. Tehát... És melyek azok a képességek, hanem hangsúlyoznátok egy ilyen időszak után? Változik-e majd most, hogy mentorálni fogtok, amit majd inkább előtérbe akartok tenni? Tehát amelyek a jövő szempontjából is fontosabbak lesznek, mert ezt tanultuk ebből az időszakból. Én továbbra is azt gondolom, hogy az EQ, tehát hogy az a tényező, az emocionális hozzáállás és az emberekhez való viszonyulás, az soha nem fog eltűnni. Tehát, hogy robotizálni fogunk, digitalizálni fogunk, és rengeteget változik maga a munkaerőpiac is, és változnak azok a adott esetben szakmák, amik a mondjuk 20 év múlva vagy 25 év múlva jelen lesznek, de mindig is maradnak emberek, és amit nem fog tudni kiváltani a robotika és a digitalizmus, de köszönöm szépen. De szép. Oh. Tartsuk meg. Ez már velünk kijött. Ez úgy kijött. Az pont az az emocionális hozzáállás, attitűd, amiket az emberek igényelni fognak, és egyre jobban fognak igényelni. Én azokkal a gondolatokkal, amiket itt mondtam a különböző képességekbe, azt hiszem, hogy az emberségünk egy rohadt nagy versenyelőny a robotizáció korába. Ráadásul szerintem annyira klassz, hogy robotok csinálnak meg egy csomó olyan dolgot, amit mi is meg tudunk, de ők is. Tehát mi csinálhatunk olyat, amit ők nem tudnak megcsinálni. És erre sokkal egyszerűbb a válasz, hogy mi is az. Hát láttál-e már robotot kritikusan gondolkodni? Nem, egy sakjátszmát végig tud játszani. Tehát, hogy vannak olyan szegmensek, amikben mi mindig is jobbak leszünk.
mennyire tudom felmérni, hogy ti mit gondoltok az arcotok alapján. A robot is fog tudni mondani, konkrét érzelmeket azonosítanak mesterséges intelligenciák. Igen, ám, de én mit kezdek azzal a dologgal a következő? Szóval, hogy vannak határok, és szerintem ez szuper izgalmas, hogy végre rá kényszerülünk az emberségünk, a minél jobb megtapasztalására ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Nyilván ez a jelentős értékteremtésre vonatkozik, hogyha nagyot akarunk alkotni, ott biztos, hogy nagyon sok emberség kell. Márpedig vezetőként kicsit alkotni, az mintha ilyen önellentmondás lenne. Én nem vagyok ennyire optimista egyébként a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy... Jó, de én eladom, te megveszed. Én azt gondolom, hogy most egyébként amit látunk, hogyha kimegyünk a Productronicára, vagy akárhova, az kamu. Tehát annak a 90%-a még sehol nincsen. Hát én világcégeket hívtam fel utána, hogy ilyenből kérek 10-et. Jaj, hát olyan nincs ám. Csak azt a 30 másodperces videót raktuk össze valahogy, valami, mit a matrica ragasztó gépet programoztunk át erre. De akkor... Gratulálok!